Sziasztok! Én Fanni vagyok. Én pedig Anna. Mi egy optimizmus reklámot fogunk bemutatni. Ezenből egy optimista és egy pessimista tulajdonságait mutatjuk be. Lássuk akkor a reklám többi részét. De úristen, de nekem ez nem fog menni. Én mindenben béna vagyok. Nézzétek már milyen hosszú vagy. Nekem ez úgy se fog menni. Béna leszek mindenben, és nem fogom tudni megtanulni. Jaj, de hosszú szöveg, de én tudom, hogy meg fogom tudni csinálni. Kicsit hosszú szöveg, de nem baj, nekem sikerülni fog, én hiszek magamba. Ha más nem egy hármassal, de az még mindig jobb, mint egy egyes. Most el fogom kezdeni tanulni. Reméljük tetszett ez a kis rész. De akkor ne is húzzuk tovább a szót. Kezdjük is a többi részét. Hát igen, elérkeztünk Pintér Annához, az osztály legrosszabb tanulójához. Szokás szerint egyetlen, valószínűleg most sem tanultál semmit. De én tudtam, hogy nekem egyes lesz, nekem semmi sem jó. Állandóan egyes minden, nem is hiszek el. Na hát most kismártam Fanni következik, neki nagyon-nagyon-nagyon gratulálok, hiszen ötös lett neki, és hát több mondani valóm nincsen, hiszen nagyon jó lett a dolgozata. Gratulálok, nagyon. Tényleg köszönöm szépen, én ennek nagyon örülök. Először el voltam keserülve, hogy hát ez nem fog sikerülni nekem, mert hogy miért is sikerül ez, már nagyon későn kezdtem el tanulni. De rájöttem, hogyha most elkezdem tanulni, akkor sikerülni fog. És itt az eredménye, csillagosat is kaptam, úgyhogy ajánlom neked is, ha nem hiszem magatokba, akkor higgyetek. Na hát újra itt vagyok, reméljük tetszett a videó, és reméljük megértettétek belőle a lényeget. Hogyha az iskola még fogja csinálni, akkor mi mindenféleképpen ezt támogatjuk, és mi mindenféleképpen fogunk még ilyet csinálni. Mindig legyetek optimisták, és soha ne legyetek pessimisták. Sziasztok!